A LEADER pályázaton nyert, több mint 50 millió forint állagmegóvásra lesz elég, így az omladozó részeket tudják helyreállítani. A teljes felújításhoz több 100 millió forintra lenne szükség, melyre egyelőre remény sincs. Bár néhány éve megkezdték a renoválást, a pénzhiány miatt abba maradt, és még az állványok is rontják azóta a kis templom képét. Mi vettük kézbe az önkormányzat részéről ennek a pályázatnak a előkészítését és a végrehajtását is, mert úgy gondolom, hogy ha nem veszük kézbe, ebbe az épületfelújításból nem lesz semmi, sőt, ha 2-3 éven belül nem nyúlunk hozzá az épülethez, ez össze fog dőlni. A délnyugati homlokzata annyira rossz állapotban van, hogy szinte életveszélyesnek lehet mondani. 52 millió forintot kapunk ehhez a felújításhoz. Nem önkormányzat pályázott, hanem az egyházközség, és a civil szervezet 100%-os támogatással van, tehát elvileg ehhez nem kell önerő. Most a megyei önkormányzatnak a keretét szeretnénk felhasználni arra, hogy megelőlegezzünk bizonyos munkákat, és akkor majd folyamatosan a támogatásból fogjuk a felújítást csinálni. Meg kell csinálnunk egy közbeszerzési eljárást. Elvileg akár még ebben az évben is meg tudjuk kezdeni a kivitelezést, de nekem az a titkos vágyam, hogy jövő nyáron, amikor lesz a Szent Anna templomnak a búcsúja, ezen a búcsún fogjuk felújított templomot újra szentelni. A Bács-Kiskun megyei önkormányzattól tavaly kaptak ígéretet arra, hogy 8 millió forinttal ők is hozzá tudnak járulni az épület megmentéséhez, de most megkeresésünkre Bányai Gábor megyeelnök azt mondta, idén már biztosan nincs erre lehetőség. Nemrégiben alapítványt is hoztak létre, abban bízva, hogy az adományokból is sikerül a különleges műemlék egy részét megmenteni.